200 éve, 1823. január 1-én Kiskörösön Petrovics István és Rúz Mária gyermekeként megszületett a magyar irodalom egyik legnagyobb költője, Petőfi Sándor. Ebből az alkalomból a Magyarországgyűlés Petőfi emlékévé nyilvánította a 2023-as évet. Ezen emlékév keretein belül zajlanak versenyek és rendezvények országszerte. Dombóvár is részese volt ennek az eseménynek. Erről Pintér Szilárd, a település polgármestere nyilatkozott. Példaértékű az a határon túli együttműködés, ami ebben megvalósult, hiszen testvértelepülésünk két középiskolája, Gyergyószent Miklósor mindvégig részt vett a vetélkedő sorozatba, illetve eljöttek a döntőre is, és tegnap érkezve ma az egész napot velünk töltötték. Remélem, hogy jól érezték magukat, és olyan hasznos élmények és tapasztalatokat távoznak, és viszik jó írét Dombavárnak, hogyha mi megyünk Gyergyószent Miklósra, olyan nagy örömmel és szeretettel fognak bennünket fogadni, mert ezt tettük velük. Nagyon jó kezdeményezésnek tartják a testvértelepülésekkel való közös rendezvényt. A jövőben többször is sor kerül hasonló eseményre, mondta Szilágyi Péter, a Nemzetpolitikai Államtitkárság helyettes államtitkára. A Nemzetpolitikai Államtitkárság egyik fontos programján keresztül is megvalósul ez a program, hiszen a testvértelepülési programok, illetve támogatások pont arra jöttek létre, hogy úgy, mint Dombavár és Gyergyószent Miklós testvértelepülések egymást támogassák, erősítsék a kapcsolatot, és ennek a rendezvények az egyik főszereplői pont a Gyergyószent Miklósi diákok, akik most több mint egy tucatnyian vannak itt, úgyhogy örülök annak, hogy itt lehetek, másrészt pedig egy nemes ügyet karoltak fel a program keretén belül, hiszen a 200 éve született Petőfi Sándor emlékezünk, aki nemzeti költőnk volt. Az összefogásról és a lebonyolításról beszélt Widmer Vali pap Zsuzsa. Több versenyt hirdettünk az iskolásoknak. Például volt pólótervezési verseny, rajzverseny, szavalóverseny, kvíz, és a mai este ennek az egész éves programsorozatnak az eredmény hirdetése fog megtörténni itt a művelődési ház színpadán. A nap a közös versenyek eredmény hirdetésével és színes előadásokkal zárult.